Eljött az óra, eljött a perc, ezerszer győzött le az élet, mégis felkelsz. Semmi sem számít, célod hív, csábít, ha figyel rád az ég, tán csodát rád ma ég. Jön az óra, rendelje árt, de kis bűnál nem lehet, nem tudsz már rád várt. A pillanat héten álmod ébred, száz feladat vár még, nem is élhetnél másképp. Eljött az óra, új szabad. minket vár a világ, bársony egeken ringat, téged hívlak, de szép hercegnő, halld a szív szavát. Véled mámolító, verseny szállni a széllel, szőnyegünkön a kéjjel, utónkön mesékeld, visz rád egy új élmény. Suhanván velnek rétegen, csillagot szólít fel, a végtelen lett végre itt vagy velem. She az utam, macska köves utam. Ha léptem kopog esős éjszakán, az ütött kopott utcát nem ért, mert én születtem, ez a hazám. Itt kísért anyám iskolába szeg, ott volt a szemem, mindig kisfiám. Itt minden emlék múltam hozzá fel, mert én születtem, ez a hazám. Tudom, a nap az másod szemben ölt, sok itt a füst, a kolom is a költ, de itt vagy mégis legboldogabb vagy, a szamos karcs a lágyás ház között. Járom az utam, macska köves utam, sok régi barát köszön én elát, és minden öreg haver nem ért, mert én itt születtem, ez a hazám. Meow. meg szeretném köszönni a lehetőséget, hogy előadhattuk ezt a karácsonyi hangulatú összeállításunkat. Én remélem, hogy egy kicsit bevezettük abba a fenköltebb hangulatba a nézőközönséget, mivel élőben is közvetítettük a műsort, illetve a jelenlévő kedves résztvevőket, és nagyon-nagyon remélem, hogy lesz alkalmunk még találkozni. Én csak annyit tudok kívánni önöknek, hogy szeressék az operettet, ami talán az egyedül olyan színpadi műfaj, meg kimondottan magyarnak mondható. Ha mi nem ápoljuk, mi nem adjuk tovább, senki nem fogja ezt megtenni helyettünk. Úgyhogy kérem nagyon szépen, szeressék ezt a gyönyörű szép műfajt, mert jó kedvre terít, és ha ne talántán otthonukban is úgy gondolják, hogy ezeket a gyönyörű melódiákat szeretnék hallgatni. Nemrég volt együttesük 10 éves fennállása, és szíves figyelmükben ajánlom, akár egy karácsonyfa alatti ajándékként jubileumi CD-nket. Higgyék el, hogy nagyon jó kedvű dalok vannak rajta, és talán jövőre, és remélem, hogy lesz alkalmunk találkozni jövőre, én fogok itt ülni az első sorokban, és önök megtanulták ezeket a gyönyörű melódiákat, és ilyen lelkesen fogok tapsolni, mint önök. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltak, és engedjék meg, hogy a kis meglepetés karácsonyi hangulatú dal előtt mutassam be az együttesünket, és kezdeném is zongoraművészünkkel, Kolcsár Péterrel! Gyenge Zoltán Balázs! Folytatnám együttesünk gyöngyszemeivel, illetve díszmeghívottunkkal. Kezdeném is a Kolozsvári Magyar Opera magánénekesnővel, Székes Enge művésznővel! Ezt a fellépést, és ilyen jó hangulatban sikerült ezt a műsort összeállítani, és fogadják nagy szeretettel kolléganőmet a Kolozsvári Magyar Operából, Modra Noémi! Tapja következik, úgyhogy kérem, nem a méretet nézzék, hanem a lelkesedést. Peti Tamás Ottó! Új esztendőt, remélhetőleg mielőtt találkozunk. Szép estét kívánok!